Június 23-ától augusztus 13-áig tart az idei Agria nyári játékok. A szervezők három helyszínen musicalekkel, operettekkel és vígjátékokkal várják a színház kedvelő közönséget. Kelemen Csaba egri színművésszel, az Agria játékok szervezőjével, a helyszínként szolgáló Eszterházy Károly Egyetem udvarán beszélgettünk a nyár programjáról. Idén 42 éves múltra tekint vissza az Agria nyári játékok, és miután tavaly egy jó ötlet során bemutattuk az Országos Operett és Musical Fesztivált, és olyan látogatottsági eredményeket tudtunk felmutatni, amelyek azt bizonyítják, hogy ez nem volt egy rossz ötlet, idén is Országos Operett és Musical Fesztivál a fő vonala. De emellett természetesen nem maradhatnak el a bohózatok, a zenés vígjátékok, a koncertek, a táncelőadások, mert mindenre szükség van. Igyekszünk a műsor szervezésénél természetesen minden egyes korosztály, minden egyes társadalmi rétegnek az igényeit kielégíteni, hogy mindenki megtalálja a kedvére valót. Amellett természetesen van egy gyermekszínházunk, ami idén 10 éves jubileumot tudhat maga mögött, ezért három új bemutatóval készül a legifjabb korosztály számára a gyermekszínházi tagozat. Van kamaraszínházunk, három helyen játszunk már nagyon régóta Egerben, a Várban játszunk a történelmi műzikereket, idén az Egri csillagokat. A Líceumban kerülnek színpadra ugye a nagy színpadi produkciók, a nagy műzikerek, nagy operettek, zenés vígjátékok, ezért a fő helyszínünk, és a Dobó gimnázium belső udvara, ami nagyon kedves, hangulatos nyári estékre, színházi estékre alkalmas tér, ott vannak a gyermekelőadások és a kamaraszínházi bemutatók. Ha szabad a legfontosabbakat elmondanunk, tehát az Operett és Musical Fesztiválból az idei operett kínálat, aminek végülis az a lényege, hogy igyekszünk a legjobb műfajon belül legjobb produkciókat ide csábítani Egerbe, és azt gondolom, hogy idén ez elég színvonalasan sikerült, hiszen amellett, hogy ugye Csárdás királynőt kell játszani, hiszen a Csárdás királynő az operettek királynője, és ezt mindenki tudja, hogy ha jól akar szórakozni, akkor Csárdás királynő kell. Bob Herceg egy olyan operett, amit nem annyira gyakran láthat a kedves közönség, Egerben 18 évvel ezelőtt volt Bob Herceg, és hát ez egy Kálai Bori főszereplésével a Veszprémi Petőfi Színház fogja elhozni nekünk, de ami érdekesség, hogy egy olyan operettet is műsorra tűztünk, ami nem annyira közismert. 1940-ben Eisenman Mihálynak ez a Tokai Asszú című nagyobb, három felvonásos nagyoperettje világsikerre tett szert, kevesen tudják. Abban az évben nem volt hasonló nagyságrendű sikere operettnek, azért a Kálmán Imre neves is azért elég komolyan cseng az ember fülébe, de a Kálmán Imre operettek 1940-ben nem maradtak olyan sikert, mint a Tokai Asszú Eisenman Mihály operettje, és ezt holnap után láthatja a kedves közönség itt a Líceumban, egy parádi szereposztásban és egy nagyon jó rendezésben. Szilágyi Tibor kétszeres Kossuth Díjas kiváló és érdemes művész rendezte, és hát azt gondolom, hogy egy kedves nyári estén muszáj nekünk úgy összerakni a műsortervet, hogy legyen benne ismert, és legyen benne olyan darab is, amit most ismernek meg a kedves nézők, és remélhetőleg nem fognak csalódni. Erre garancia az, hogy olyan színházakat hozunk ide, amelyek valóban minőséget tudnak produkálni. Hiszen azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy minden műfajon belül olyan minőséget adjunk, ami egyben szórakoztat, egyben látványos, látványokban gazdag, és mégis van mellett egy kis tartalom, egy kis olyan érzés, hogy igen, igen, azért ezt nem lehet volna szabad kihagyni, és jó, hogy eljöttünk. Az operettek sorát majd augusztus 13-án egy operett gála zárja, amelyben hatalmas nevek Pitti Katalintól Dolhai Attiláig, az összeset nem akarnám felsorolni, 10 vendégművész szerepel, ők fogják lezárni az idei nyári játékokat. Ha szabad valamit mondanom a musicalekről, szintén azt gondolom, hogy hihetetlen szép és magas színvonal kínálat. A Monte Cristo grófját harmadszorra hoztuk el Egerbe, azért, mert a közönség szavazati alapján minden évben közönséget megszavazhatjuk a weblapunkon. Augusztus végétől december 31-ig lehet szavazni, azért, mert januárban már elkezdődnek a szerződtetések, a szervezések. Szeretném megtisztelő figyelmébe ajánlani a legnagyobb műzikerünket, ami még itt ebben az udvarban, de Egerben, sőt Budapesten is ritkán fordult elő, a Margit-szigeti szabadtéri színpadon volt egy alkalommal, a világhírű Schack musical, ami egyébként olyan ismert a világon mindenhol, mint a Macskák, mint a Superstar, mint az Evita, hiszen a szerzője Tim Rice, aki ugye az előbb felsoroltaknak is a szövegírója, és a zenét pedig az Abba zenekar két férfi tagja szerezte,
hihetetlen zenei igényességgel, és nagyon nagyszerű szereposztásban Budapesti PS Színház, akik egyébként a Vámpírok báját már évek óta játsszák, amit Polanski maga rendezett, és ez a csapat jön el hozzánk. És hát én magam láttam az előadást, ez egy megtörtént esemény dolgoz föl, hihetetlen látvány, 40 kórustag, élő zenekar a színpadon, és magában ragadó az egész előadás. Tehát ilyen megaprodukció ritkán van, ezért emelném ezt egy kicsit ki a többiek fölé, hiszen ilyen nagyságrendű produkciót egyébben egyszerre el tudunk hozni, az önmagában nagy dolog. De azt gondolom, hogy a Mária Evangélium, ami 20 évvel ezelőtt került ezen a helyszínen bemutatása, Beke Sándor rendezésében, 20 év után gondolom, hogy alkalmas még egyszer elhoznunk, a Veszprémi Pannonvár Színház, ez egy másik színház, Veszprémi, két teljesen különálló színház van, Pannonvár Színház előadása kerül színpadra. Ők már harmadik éve jönnek hozzánk különböző olyan előadásokkal, amelyek mind hihetetlen igényességgel, nagyszerű művészi teljesítményekkel vannak felruházva. A műzikelek sorát az Egri Csillagok zárja. Természetesen idén három alkalommal kerül színpadra az Egri várban, azon a szent helyen, ahol 1552-ben Dobó István elmondta az esküjét. Ha szabad erről egy kicsit még bővebben beszélnem, eznek az az érdekessége, hogy jövőre lesz, 2018-ban, 50 éve, hogy Várkonyi Zoltán elkészítette az Egri Csillagok című filmjét, 20 éve, hogy itt bemutattuk a Líceum udvarában, és 15 éve játszunk azon a szent helyen fönn a várban. Ez a hármas jubileum arra kötelez bennünket, hogy Magyarországon tudtommal még ilyen nem volt, szabadtéri színház ugyanazon a helyszínen, garantált programként egy szereplő garnitúrával menjen, jövőre elbúcsúzunk valamennyien. Tehát az én korosztályom, én magam is átadjuk a szerepeket a fiatalabb korosztály számára, tehát mi, a darab megy tovább, remélhetőleg legalábbis ők is legalább 20 évig fogják játszani, de mi az utolsó előadáson jövő nyáron átadjuk a csákókat, átadjuk a kardokat a fiataloknak, és ezt szeretném, hogyha a Budapesti Televízió is megörökíteni, hiszen ilyen színházi esemény Magyarországon még nem volt. Ezért mondom ezt most el, mert idén három előadásban tűztük műsorra az Egri Csillagokat, és aki még nem látta a környékben, és szívesen megnézni velünk, annak inkább azt ajánlom, hogy idén vegy egy jegyet, mert jövőre szeptembertől kezdjük el árusítani, és januártól már lehetséges, hogy nem lesz jegy. A musicaleken és az operetteken kívül több koncerttel is készülnek a szervezők. A nyári estéken egy csillagos ég alatt, Isten szent szabad ege alatt koncerteket hallgatni egy csodálatos dolog. És úgy sikerült összehető, hogy van az idei koncertkínálatban háromféle műfaj. Az egyik műfaj ugye a beat zene, a generál együttes, akik több mint 20 éve nem játszottak együtt, és kevesen tudják, a Karácsony János, Várkonyi Mátyástól, Csárli a főénekes. 24 dalt fognak olyan összeállításban itt bemutatni ezen a színpadon, ami mögöttem van, aminek a hangtechnikai és a fénytechnikai berendezései világszínvonalúak. Tehát úgy vannak megszerkesztve a vetítések, a füst, a minden, hogy itt olyan élményben lesz észre, aki eljön, hogy azt nem fogja megbánni, az egészen biztos. Valamint nem szerepelt még Eger városában egyáltalán a Gimes együttes a Felvidékről. Ők egy külön fantasztikus muzsikát produkálnak. Azt gondolom, hogy helye van egy ilyen muzsikának a nyári program kínálatban. És mindezt a koncert sorozatot augusztus 8-án Várnusz Szavér koncertje fogja zárni, ami azért különleges, és igazából azért is hívtuk meg már második alkalommal ide a Linszon belső udvarába, mert egyrészt nagyon szeret ide jönni, másrészt most filmzenéket fog játszani, tehát a Volt egyszer egy vadnyugatból amerikai nagy filmeken keresztül három Hammond orgonát hoz, itt is valami hihetetlen hang- és fénytechnikai berendezések fognak szerepelni, és azt gondolom, hogy ilyen zenét hallgatni, ilyen előadó művésztől érdemes lesz eljönni augusztus 8-án is. A nagy színpados produkciókon kívül 16 gyermek és 5 kamara előadással is várják a kicsiket és a nagyokat a Dobó István gimnázium udvarán. Három alkalommal kerül bemutatásra a Kettős játszma című fantasztikus krimi vígjáték. Lehet rajta jókat derülni, meg gondolkozni egy kicsit. Az ember gondolkozik, és az első alkalom, amikor megnéztem, én magam sem értettem, hogy ez hogy működik, de azt rájöttem, hogy fantasztikusan kitalált, igazi kettős játszmáról van szó. Tavaly évben bemutattunk egy Májvé című produkciót Káli Gergő színész kollégám bemutatásával, szereplésével, főszereplésével, szerkesztésével. Hihetetlen nagy sikerű volt, és ő fog idén csinálni egy vadonatúj
bemutatót még a Kamara Színházban a 20. századi zenei utazás címmel, érdemes azt is megnézni. Ez egy kisebb udvar, 200 férőhelyes, kedves, családias, meghittebb, erre is szükség van a nyáron. Azt gondolom, hogy akik eljönnek, jól fognak szórakozni. Ez az idei kínálat, legalábbis Schlagwortokban. Azért mellette vannak még négy olyan zenésviget, amit nem említettem, a Kaktuszvirág a Déter Enikő főszereplésével, az Örömlányok végnapjai, ahol budapesti TV-film főszereplők sora játsza a produkciót, aki a tévét nézi, azért találkozhat az igazi nagy tévésztárokkal. És hát azt gondolom, hogy aki eljön idén nyáron, az nem fog csalódni. Várunk mindenkit nagy tisztelettel és szeretettel Egerbe, az Egri Líceum belső udvarába, a Várba, valamint a Dobó Gimnázium belső udvarába. Úgy kiásztam ebbe a sok fürdőbe. Lehet, hogy csak valami gyümölcslevet bírok inni. Á, francba ez rá!